Négycsillagos szálloda Sóstón. A kormány saját forrásból összesen 3600 milliárd forintot fordít a Modern Városok program fejlesztéseire, hangzott el az alapkőletételen. Rekordmennyiségű eladás. Összesen 175 ezer autó adásvételt bonyolítottak le hazánkban a második negyedévben. Csökken a hal áfája, a mérséklés a legfontosabb halkategóriákra érvényes, így például az ikráért, a halmáért, a frissen hűtött és fagyasztott halakért, valamint a halhúsért is kevesebbet kell majd fizetni jövőre. A kormány saját forrásból összesen 3600 milliárd forintot fordít a Modern Városok program fejlesztéseire. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ezt Csepregi Nándor, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára mondta a 4 milliárd forint értékben épülő új nyíregyházi négycsillagos szálloda alapkőletételén. Hozzátette, az összeg egy részét a városi beruházások mellett autópálya hálózattal nem rendelkező megyeszékhelyek közúti kapcsolatának megépítésére fordítják. Így néz ki a 9000 négyzetméter alapterületű 122 szobás étteremmel, konferenciateremmel, látványbárral, mini wellness egységgel, fitnessteremmel rendelkező szálláshely látványterve. A beruházáshoz 900 millió forintot önerőből biztosít az önkormányzat, a kormány pedig a Modern Városok program keretében 3,1 milliárd forint támogatást ad a városnak. A miniszterelnökség parlamenti államtitkára az alapkőletételen elmondta, a programban a megyeszékhely fejlesztéseit támogatja a kabinet. Teljes Modern Városok program költségvetése nagyságrendileg 3600 milliárd forint, de gondolom nyíregyházát, vagy nyíregyháziakat a nyíregyházi program érdekli. Ez 54 milliárd forintot jelent. A kettő összeg közötti hatalmas különbség az abban van, hogy vannak olyan települések, amelyek korábban nem rendelkeztek autópályahálózattal, és ezek most fognak ezzel bővülni, ilyen például Békéscsaba, ilyen volt Szombathely, és ilyen mondjuk Eger, az egy jelentős összeget jelent. Nyíregyház esetében az volt a cél, hogy egy olyan fejlesztési program valósuljon meg, ami valóban a helyi gazdaságfejlesztésnek a dinamikáját adhatja meg, tehát 2020 után is lehetővé teszi azt, hogy a város a saját erőforrásaira támaszkodva fejlődjön, és azt gondolom, hogy egy ilyen polgármester és képviselők mellett az 54 milliárd forint, amit sikerült lényegében elhozni a központi költségvetésből, az ennek az alapját jelenti. A nyírségi megyeszékhely polgármestere emlékeztetett, Nyíregyháza Sóstó turisztikai fejlesztésében a szálloda volt a hiányzó láncszem, mivel az idegenforgalom szempontjából rendkívül fontos városrészben eddig nem állt megfelelő méretű és minőségű szállás a vendégek elhelyezésére. Az elmúlt 7 évben gyakorlatilag megduplázódott a vendégészaka szám, és a másik jellemző vonás ennek a 7 évnek, hogy 35%-ra nőtt a külföldi vendégészakák száma, tehát egyre népszerűbb Nyíregyháza, egyre többen jönnek hozzánk, és ahonnan a legtöbben jönnek a Szlovákia, Lengyelország és Románia, mind a három országban az elmúlt évben kétszámjegyű volt százalékban, tehát több mint 10%-os a vendégészaka szám növekedés. Ezzel viszont elértük azt a helyzetet, hogy már a továbbfejlődés gátjává válhatna a szállásai kapacitás szűkössége, ezért is örülök, hogy ez a 122 szobás szálloda várhatóan következő júniusában megnyílik, mert ezzel egy újabb lehetőséget kaptunk mind a három területen, amire nagyon nagy szüksége van a városnak. Az új szálloda megépítésének köszönhetően 66 új munkahely jön létre Nyíregyházán. A tervek szerint a város tulajdonába kerülő szálloda a következő turisztikai főszezonra már üzemelni fog. Az üzemeltetőt 2017 év végéig választják ki. Rekordmennyiségű, összesen 175 ezer autó adásvételt bonyolítottak le hazánkban a második negyedévben. Az új autók értékesítése 25%-kal nőtt az első negyedévhez képest, ez segít a magyar autópark megújításán. Magyarországon mintegy 3,3 millió személyautó van forgalomban, átlag életkoruk majdnem 14 év, ezt azonban fontos lenne fiatalítani, vélik a szakemberek.
Sorban állnak az eladó járművek az autókereskedésekben. A hazai vásárlói kedv az idei évben folyamatosan nő. Az első negyed évben 158 ezer adásvételt bonyolítottak. A második negyed évben azonban rekordmennyiségű, 175 ezer volt ez a szám. Az autópark utánpótlása ugye két forrásból történik, a használt autóimportból, illetve az új autóeladások a hazai autószalonokban. Mind a két forrás növekedett, a használt autóimport 11%-kal növekedett a második negyed évben, az új autóértékesítések száma pedig 25%-ot. Utóbbi adat azért is örvendetes, mert az új autóeladások növekedése maga után húzza a használt autópiac pezsgését is. Ez azért is jelentős, mert így egyre több pár éves újszerű autó kerül be a használt autópiacra. A használt autó import növekedése az előző évekhez képest most kezd megtorpanni. Fodor László szerint ez a hazai autópark átlag életkorának kedvez. A külföldről érkező járművek ugyanis átlagosan 12 évesek. A magyarországi személyautópark átlag életkora pedig 13,9 év, így a behozott járművek nem fiatalítják a hazai parkot. Ahhoz, hogy ez a szám csökkenjen, évente közel 170 ezer új autó értékesítésére lenne szükség. A becslések szerint körülbelül két év múlva állhat meg a magyarországi autópark öregedése, ugyanis az új autóeladások száma még csak most kezdi meghaladni a 100 ezret. Az autóvásárlás előtt állók közül korábban 50%-kal többen kerestek rá a dízelautókra. Ez az arány tavaly évvégére kiegyenlítődött, idén pedig már 20%-kal többen keresik a benzines kocsikat. A szakember szerint ez két dolognak is köszönhető. A javítási költség, ami az főleg az idősebb járműveknél, egy dízel autónál lényegesen magasabb tud lenni, és ezek a szervizköltségek olyanok, hogy az ember elmondja a szomszédjának, az ismerősének, kollégájának, hogy mennyibe került egy 10-12 éves dízel javítása, és ott bizony az egyszeri költségek elég magasak lehetnek. A másik tényező, hogy több nyugat-európai országban, nagyvárosban már szó van arról, hogy betiltják a városba behajtását a dízeleknek, és ez nem csak a smogriadó esetén lenne érvényes, tehát ilyeneket is fontolgatnak. A magyarországi járműértékesítési forgalom felét jelenleg 5 márka adja. A hazai autópark körülbelül 3,3 millió járműből áll. Ismét fokozott közúti ellenőrzésre kell számítani Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezúttal teherautókat és buszokat vizsgálnak a rendőrök. A jelenlegi európai szintű közlekedés rendészeti akció a TISZPOL július 28-áig péntekig tart. A sofőrök elsősorban a forgalmasabb útszakaszokon és főutak mentén számíthatnak az ellenőrzésre, amelyeket egy elemző értékelő munka után választott ki a rendőrfőkapitányság. Munkájukat a Nemzeti Közlekedési Hatóság is segíti a helyszíneken. A TISZPOL ellenőrzés ezúttal a tehergépkocsik és az autóbuszok ellenőrzésére terjed ki elsősorban. A rendőrök ellenőrzik a beutazás és a belföldön tartózkodás jogszerűségét, az áruszállításra vonatkozó szabályok betartását, a vezetési és a pihenőidő betartását. Mindezek mellett kiterjed az ellenőrzés az illegális migráció, a kábítószerbűnözés, az embercsempészet és a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére és megszakítására is. Jövő januártól 27-ről 5%-ra csökken az étkezési hal áfája, jelentette be a Földművelésügyi Minisztérium még májusban. Az áfa csökkentés a legfontosabb halkategóriákra érvényes, így például az ikráért, a halmáért, a frissen hűtött és fagyasztott halakért, valamint a halhúsért is kevesebbet kell majd fizetni 2018-tól. Jelenleg 6,2 kg az éves fejenkénti halfogyasztás Magyarországon. Az áfa csökkentés révén ez a mennyiség jövőre 7,5 kg-ra emelkedhet. A minisztérium előzetes adatai szerint az adóbevétel csökkenés mintegy 4-5 milliárd forint kiesést okozna a költségvetésnek. Ezt azonban pótolná a fogyasztás élénküléséből befolyt összeg. A magyar halszezon jellemzően évvégén karácsonykor indul be, évközben azonban valamivel kevesebben keresik kedvenc halfajtájukat a boltokban. Sült halfogyasztás az jellemzően a normát az hozza, nagyon szeretik az emberek a sült halat, szálkamentes termékről van szó nyilván, és ezért jobban kedvelik, nem kell vele főzögetni, sütögetni, ezt nyilván készen tartjuk és ajánljuk, kínáljuk, illetve ezek mellett a frissen tisztított halainkat szokták vinni a kedves vásárlóink, a pontyot, harcsát, afrikai harcsát, jellemzően ki még halfajtákat szeretik. A tapasztalatok szerint ebben a halboltban a vásárlók fejenként körülbelül 3 kg halat vásárolnak egy évben.
Az áfa csökkentéssel kapcsolatban a boltvezető azt mondta, a csökkentett áfából származó árengedményt biztosan vissza fogják adni a vevőiknek. Jelenleg még semmi konkrétumot nem tudunk az áfával kapcsolatban, amit a mi részünkről el tudunk mondani, hogy mi természetesen a vásárlóinknak visszaadjuk az elengedett áfának a kedvezményeit, de érdemlegesen még árban nem tudunk sajnos mit mondani ebben. A kormány a tapasztalatok alapján döntött úgy, hogy folytatja az áfa csökkentést. 2015. január 1-től 5%-ra csökkent a szarvasmarha és a juhköztes termékeinek áfája. 2016. január 1-től 27%-ról 5%-ra csökkent a sertéstőkehús általános forgalmi adója is. Ez év január 1-től a friss tej, a baromfi hús és a tojás áfája mérséklődött 5%-ra. Évről évre egyre kevesebben jutnak be a felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott férőhelyeire, jelentette ki tájékoztatóján az MSZP nyíregyházi elnöke. Csökken az önköltséges tanulók száma is, tette hozzá Jeszenszky András. Ebben az évben összesen 72 ezer diák nyert felvételt. A sajtótájékoztatón azt hangsúlyozták, pótfelvételén még bejuthatnak a hallgatók, akár a nyíregyházi egyetem képzéseire is, amely egyébként egy HVG-s felmérés alapján az oktatók tudását tekintve a harmadik legjobb intézmény Magyarországon. A jelentkezetteknek a száma is csökken, de ez is egyértelműen látható abból, hogy, illetve ez is magyarázza azt, hogy folyamatosan nehezedik a felsőoktatásba bekerülésnek a feltételrendszere, és éppen ezért nagyon sokan döntenek úgy, hogy megvizsgálva például a költségtérítésnek a mértékét, eleve úgy döntenek, hogy nem adnak be felvételi jelentkezést. Hazánkban először Nyíregyházára érkezett az a finn vándorkiállítás, amely az ország függetlenségének 100. évfordulójára készült. Finnországban 1917. december 6-án kiáltották ki elszakadásukat Oroszországtól. Ennek jubileumára már 2014 óta készül a finn nemzeti levéltár. A tárlaton eredeti dokumentumok és kiadványok segítségével 16 rollapon keresztül mutatják be az ország történelmét a középkortól az 1920-as évekig. A finn nemzeti levéltár már 2 évvel ezelőtt elkezdte a gyűjtést a most látható tárlathoz. Hosszas munka után eredeti dokumentumok, kiadványok, festmények és korhű tárgyak felhasználásával készítették el azt a kiállítást, amely Magyarországon először Nyíregyházán látható. A középkortól egészen az 1920-as évek elejéig Finnország történetét mutatják be a rollapok. A Nyíregyházi Magyar Finn Baráti Egyesület idén már 2. alkalommal szervez programot a függetlenség 100. évfordulója alkalmából. Az aktivitás jó, inkább talán a kiöregedés az, ami általában Magyarország az egyesületeknél, mert sokfelé Európában némi fejtörést okoz, hogy hogyan lehet a fiatalságot megújítani, mert egy új generáció az, aki most felnővőben van és másképp viszonyul az információhoz, de mivel ez a mostani kiállítás az egyesületünk titkára, Hudivók Róbert javaslatára olyan helyen van elhelyezve, ahol minden korosztály korlátozás nélkül meg tudja tekinteni, bízunk benne, hogy ezen keresztül a fiatalok is megállíthatóak lesznek, és fel lehet kelteni az érdeklődésüket a finn kultúra meg Finnország iránt. Finnországban 1917. december 4-én írta alá a kormány a függetlenségi kiadványt, a parlament pedig december 6-án hagyta jóvá. Így hivatalosan azon a napon szakadt el az ország Oroszországtól. Finnország akkor már 1154 óta svéd uralom alatt állt, 1809-től függetlenségükig pedig a cári Oroszország önálló finn nagyhercegsége volt. A centenáriumi 2017-es évben Magyarországot is kiemelten kezelik majd a decemberi függetlenségi napi rendezvényen. A két nyelv rokonsága fontos tényező volt a nemzeti identitás kialakításában is, a két ország kapcsolata pedig egyre szorosabbá vált az elmúlt 200 évben. Például a finn-szovjet téli háború idején is toboroztak önkénteseket hazánkban a finnek segítésére. A tárlaton a Nyíregyházi Magyar Finn Baráti Egyesület alapítója is köszöntötte az érdeklődőket. Én 3 évig voltam magyar lektor a Helsinki Egyetemen, 1981-től 84-ig. Egyébként finnugor szakon végeztem a Debreceni Egyetemen, vagy finnugor szakon is, és hát ezek mind alapul szolgáltak ahhoz, hogy erősebb volt az érdeklődésem Finnország iránt, illetve akkoriban, amikor hazajöttem a finn lektorságom után, finnországi lektorságom után, 1984-ben, akkor már kezdtek létrejönni magyar finn társaságok,
klubok, egyesületek, illetve hát ezt akkor még így nem nevezhettük, hanem baráti társaság, ugye, és az egyetlen a finnen kívül a szovjet-magyar baráti társaság volt. A finn történelmet felidéző tárlat augusztus 25-éig ingyenesen látogatható a nyíregyházi Korzó bevásárló központ második emeletén. Vasárnap Budafokon kezdi a bajnokságot a Nyíregyháza Spartakusz. A nyári időszakban új szakmai stáb és 15 új játékos érkezett a csapathoz. A hosszú távú cél az, hogy 5 éven belül stabil élvonalbeli szereplő legyen a Spari, amely számára a 2017-2018-as szezonban még nem kötelező a feljutás kiharcolása. A legutóbbi, vártnál gyengébb szereplés követően alapos véletömlesztésen esett át a Nyíregyháza Spartakusz. A már tavasszal érkező Szűcs Mihály sportigazgatóhoz csatlakozott Elver Gábor sportszakmai ügyvezető, Bene Ferenc szakmai igazgató, valamint a visszatérő Lucsánszki Tamás vezette új szakmai stáb. Játékos fronton is nagy volt a mozgás, 15 új labdarúgó érkezett. Köztük voltak visszatérők is, elég csak Bajzát Péter, Fodor Ferenc vagy Pekár László nevét említeni. A felkészülést egy szlovéniai edzőtábor is színesítette, ahol 4 különböző stílusú ellenféle szemben léphetett pályára Spari. A Cigánd elleni bajnoki főpróbán 5-0-ra nyert Lucsánszki Tamás együttese, de a szakember tudja, hogy még nem állt össze teljesen a csapat. Csapatként van mit tennünk, tehát az biztos, hogy az együttes mozgások és az együttes taktikai feladatok terén még van hiányérzetem. A munkának a jó minőségét azt elsődlegesen a kondicionális részre értem, hogy abban sikerült mérhetően, tehát a műszerek által is mutatott a változást elérni. Ez jó irányba mutat, és azt gondolom, hogy taktikailag is szép lassan majd összecsiszolódik a társaság. Miután egy mérkőzésbe gondolkodunk, így úgy gondolom, hogy talán egyszerűbb lesz a dolog, hogy nincs egy olyan teher rajtunk, a mindenáron ugye egy feljutás, vagy egy annál is jobb eredmény lenne esetleg, már gondolok itt, hogy a bajnoki címre szerencsére van ezáltal időnk, és remélem, hogy ez nem is fog terhet rakni a játékosokra, csak annyit, amennyi a szükséges és elégséges egy sportolónak. A bajnoki nyitányon vasárnap Budafokon lép pályára Spari. A több korábbi élvonalbeli játékos felvonultató újonc ellen nehéz meccsre számít a nyíregyházi tréner. A Budafok ugyan tavaly ugye feljutó, tavaly a harmadosztályban szerepelt, de a Magyar Kupában megmutatta, hogy nagyon-nagyon jó eredményekre képes egy-egy mérkőzéssel. Ugye ez nekik egy hogy mondjam, rendkívüli helyzet, ugye másodosztályban az első mérkőzés, nem is örültem neki, hogy feljutóval kezdünk, őszintén tudom, hogy Bruckner Laci barátom nagyon felkészült, jó szakember, úgyhogy egy kimondottan jó és izgalmas taktikai és fizikális mérkőzésre is számítok. A Sparihoz kapcsolódó hír, hogy napirenden van egy új stadion építése. A 6000 férőhelyes létesítmény munkálatai jövő év tavaszán kezdődhetnek el, és a 2019-2020-as szezon meccseit már az új stadionban játszhatja a csapat. Idei legjobbjával 220 cm-es eredménnyel végzett az élen Bakosi Péter Budapesten az UTE által rendezett ugrógálán. A nyíregyházi magasugró nem tud felhőtlenül örülni annak, hogy sérülése után kezdi utolérni magát, mivel nem került be a tajvani univerziádéra utazó magyar válogatottba. Hiába érte el szezonbeli legjobb eredményét Bakosi Péter, a magasugró nem tud felhőtlenül örülni a budapesti 220 cm-nek. Az UTE által rendezett nemzetközi ugrógálán stabilan versenyzett a nyíregyházi sportoló, aki egy hosszabb kihagyás követően lendült újra formába. Ez az eredmény alapesetben elég lett volna az univerziádéhoz, de a szövetség már korábban lezárta a nevezési listát. Az ugrógála jól sikerült, végre sikerült visszaszereznem a régi formámat, nagyon stabilan ugrottam. Ilyen végén 2-23-on estem ki, de ott is amiatt, mert technikai hibát követtem, ami igazából megletett volna, még simán. A másik probléma, ugye, ami miatt most szomorú vagyok sajnos, ugye az univerziádéra nem jutottam ki, erre készültem egész évbe, úgyhogy emiatt eléggé csalódott vagyok. Péter edző édesapja szerint a jövő szempontjából nem jön jól, hogy tanítványa ezen a nyáron nem indul világversenyen, ráadásul hiába van most jó formában, augusztus végéig nincs lehetősége arra, hogy versenyezzen. Sajnos ez az egy hónapos kihagyás, ez nagyon éreztette magát, főleg a szezon első versenyein. Én tudtam, hogy Péter olyan képességekkel rendelkezik, hogy aránylag hamar össze tudja szedni magát, és jó formát tud biztosítani. Ez a 6 hét kell körülbelül, ez most van ott, hogy 6 hét eltelt, ahogy tudtunk dolgozni.
és azt a 220 körüli biztos eredményt ezt most tudja hozni. Én azt gondolom, hogy ennél jóval többre képes. Sajnos az univerzéről már úgy néz ki, hogy lemaradt, mert a szövetség nem tette be az utazó keretbe. Én azt gondolom, nagyon sajnálom, hogy a korábbi eredményeire való tekintettel nem kapott bizalmat, előlegezett bizalmat. Minket se kerestek meg, hogy milyen állapotban van, hogy egyáltalában jól tudna ugrani kint. Így döntöttek, hát nem igazán jó, mert nagyon kellett volna ez a nemzetközi verseny, utána Péter nem igazán tudott most nemzetközi versenyeken részt venni. Marad a munka, úgy döntöttünk, hogy tovább csinálja, nagyon jó állapotban. Én remélem, hogy az augusztus végi, szeptember előtti liga verseny és csapatbajnokságon az egyén legjobbra körül, vagy azt meg tudja javítani. Bakosi Péter tavaly ugrott egyéni csúcsát, ami 226 cm. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A kormány saját forrásból összesen 3600 milliárd forintot fordít a modern városok program fejlesztéseire, mondta Csepregi Nándor, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára a 4 milliárd forint értékben épülő új nyíregyházi négycsillagos szálloda alapkőletételén. Hozzátette, az összeg egy részét a városi beruházások mellett autópálya hálózattal nem rendelkező megyeszékhelyek közúti kapcsolatának megépítésére fordítják. Rekordmennyiségű, összesen 175 ezer autó adásvételt bonyolítottak le hazánkban a második negyed évben. Az új autók értékesítése 25%-kal nőtt az első negyed évhez képest, ez segít a magyar autópark megújításán. Magyarországon mintegy 3,3 millió személyautóban forgalomban, átlag életkoruk majdnem 14 év, ezt azonban fontos lenne fiatalítani, vélik a szakemberek. Jövő januártól 27-ről 5%-ra csökken az étkezési hal áfája, jelentette be a Földművelésügyi Minisztérium még májusban. Az áfa csökkentés a legfontosabb halkategóriákra érvényes, így például az ikráért, a halmáért, a frissen hűtött és fagyasztott halakért, valamint a halhúsért is kevesebbet kell majd fizetni 2018-tól. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 27-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérhetik addig honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap kissé erősödik a nappali felmelegedés, nyugat felől változó nedvességtartalmú, az itt lévőnél melegebb levegő áramlik fölénk. Reggelig felhős idő valószínű, eső zápor egyaránt előfordulhat. A nyugati szél helyenként megélénkül, reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és közepesen felhős időszakok és területek váltakoznak. Zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, korra délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A hétvégén, jövő hét elején már igen meleg levegő érkezik fölénk, így ismét egyre melegebb, igazi nyári időre számíthatunk. Vasárnap és hétfőn helyenként még felhők zavarják majd a napos időt, futó záporok is előfordulhatnak. A folytatásban viszont már szinte zavartalan lesz a napsütés, ismét kánikulára, forróságra számíthatunk. A jövő hétvégén aztán változékonyabbra fordul az idő.